Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Hétköznapi Honvédelem, Magyarország első és egyetlen honvédelmi elemző és vélemény műsora. Mai műsorban ismét vendégem Schermer Ádám, a liberálisok elnök helyettese, jó napot kívánok, szervusz! Szervusz! Illetve Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, köszöntelek, szervusz! Erőt, egészséget! A múltkori adásban nem kifejezetten konkrétan honvédségi, honvédelmi témákról beszélünk, viszont közvetetten természetesen fontos tudni azt, hogy az Európai Unióban helyezkedünk el, az Európai Unió tagjai vagyunk, együttműködünk velük, meg hát mi részei vagyunk, tehát ez fontos volt ezt is megtárgyalni. Azonban a mai adásban most már nézünk konkrétabb témákat, de mégiscsak egy nulladik kérdés fel kell tennem, és ez oda fog vezetni majd. Mind a kettőtöktől szeretnék kérni néhány mondatban, hogy milyen jövőbeli, közeljövőbeli Magyarországot képzeltek el, tehát milyen emberek, milyen kultúrkörnyezetben, hogyan élünk itt Magyarországon? Azt gondolom, hogy meg kellene őriznünk az 1000 éves államiságunknak a hasznos gyümölcseit, amit eddig sikerült megőriznünk. Tehát akkor, amikor idegen civilizációk fenyegetnek minket, akkor, amikor Magyarországnak a megszűnése fenyeget már csak demográfiai okok miatt is, akkor itt egy honvédelmi magazin műsorban le kell szögezzük, hogy nagyon fontos volna, hogy megteremtsük a feltételeit, hogy megőrizzük azokat, azt a keresztény európai kultúrát, ha úgy tetszik, azt a fehér emberiséget, amely szintén egy érték, tehát hogyha megkondítják a vészharangot a fehér cápa vagy a fehér fülesfácán ügyében, akkor azt gondolom a fehér ember ügyében is meg lehet kondítani a vészharangot, az is egy kulturális érték, a magyar nyelv is egy kulturális érték, az, hogy a gyermekeimet Arany János nyelvén tudom tanítani és így olvashatnak, ezeket a kincseket kellene megőrizni, és ezért nekünk itt Magyarország egyetlen honvédelmi magazin műsorában is. Egyébként mit értesz, mert hát 2018-ban Magyarországon sem csak fehér emberek élnek, tehát itt nem arról arról beszélek, hogy ahogy lehet a biológiának és a földnek egy sokszínűségének egy gyümölcse számos kihalófélben lévő haj, úgy azt gondolom, hogy az emberiség bár egy faj, de annak a sokszínűségének a jegyében az európai kultúra, a fehér emberiség is mindenképp egy érték, és azt gondolom, hogyha egy fehér cápa miatt meg kell kondítani a vészharangot, és megkondítják rendszeresen a médiában is, akkor a fehér emberiségért is lehet aggódni. És éppen ezért szerintem például a magyar honvédeknek nem Afganisztánban kellene idegen érdekek mentén ilyen megszállásokban részt venni, hanem a magyar határon kell, ha úgy tetszik, afgánokkal szemben felsorakozni. Ez lesz témánk majd később. Hát, láthattuk, sajnos téma ez Budapesten a mindennapokban is, amikor egy ilyen migráns bűnöző, ugye, amely a kormány szerint oltalmazott, menekült, megerőszakol magyar nőket, tehát ez a kérdéssel foglalkozni kell. Szokott, bocsáss meg, probléma lenni, hogy ugye ez egy általánosításra ad okot, akár a fehér, akár itt most a migráns, amit említettél, ezt így is gondolod? Hát az egész élet egy általánosításról szól, nem azt jelenti, hogy minden, ami fehér, az egy érték, de önmagában azt gondolom, hogy értékként a magyarságra úgy kell tekintenünk, és nekünk közéleti szereplőként felelősségünk van abban, hogy az emberiség egészén túlmenően, különösen a magyarság megmaradásáért, az európai kultúráért tegyünk valamit. Értelmezhetem-e úgy, amiket mondtál, hogy ahogy említettem, hogy most sem az van, hogy úgymond csak fehérek érünk itt Magyarországon, hogy te körülbelül egy olyan Magyarországot képzelsz el, ahogy nagyjából olyan kultúrkör, olyan emberek, akik most itt körülbelül élünk. Lehet itt sok mindenki, akinek akár többes identitása is van, és örülök neki, hogyha akár a korábbi migránsaink, a cigányságnak adott esetben van többes, és így magyar identitása is természetesen, ez is egy célunk szerintem, hogy kötődjenek Magyarországhoz. Azonban látni kell, hogy nagyon sokan érkeznek úgy egyéni érdekekből mostanában Magyarországra, és akár telepednek le itt egy-két évre, vagy ki tudja még meddig próbálkoznak itt, akár oltalmazottként, ezrével telepíti le a kormányzat ezeket a akár afgán, akár afrikai menekülteket, mert lényegében így fogalmaznak és minősítik őket, akik láthatóan nem tudnak, nem is akarnak beilleszkedni, komoly veszélyt jelentenek az egész magyar társadalomra, és nekünk felelősségünk van abban, hogy várjuk, hogy megtörténjenek az ilyen következő esetek, vagy azt mondjuk, hogy ez egy egyedi eset, amiből nem kell semmiféle tanulságot levonni, hiszen nem lehet kétszer soha egy folyóba lépni. Természetesen van különbözőség, és lehet különbségeket találni, de mégis tendencia szerűen le kell vonni a következtetés, hogy nem tudunk megbírkozni, nem lehet kiskapukat, nem lehet jogi kiskapukat nyitni ezen a határkerítésen, amit ugye Torockai László javaslatára végül a kormányzat felállított. Az alelnök úr által elmondottakhoz képest, vagy attól függetlenül hogyan látja a liberális párt ugyanez a kérdés, tehát Magyarország. Hát először is ott kezdeni, hogy nem gondoltam, hogy ennyire gyorsan ez megtörténhet, de itt a második adásban az első néhány perc alatt elértük a mélypontot, azt hiszem. Tehát ahhoz valami nagyon komoly népirtásokra lesz szükség, hogy Magyarországot csak fehér emberek lakják.
Megírtást, azért hagyjuk ezeket a Magyarországon, Magyarországon szerencsére van egy sokszínű társadalom, amelyben egyébként az önök által említ, vagy az ön által említett cigány kisebbség, azt csak szeretném jelezni, hogy azok honfitársaink. Tehát, hogy egyébként a magyar nemzet szerves részei, minden roma magyar kisebbségi, az önnek is és nekem is honfitársam. Általában igen. Tehát nem általában, mindegyik. Nem, nem ilyen egyszerű. Innentől kezdve én szeretnék egy picit arról beszélni akkor, hogy mi milyen országot szeretnénk látni, és most, hogy ebből mennyi tud megvalósulni egy kirekesztőbe zárkózó, szélsőséges nézeteket is sajátjának tudó kormányzás, vagy ilyen ellenzék esetén, mint amit itt ugye hallhattunk megvalósulni, meglátjuk, de hogy mi miért szeretnénk, én arról egy pár mondatot mondanék. Olyan Magyarországot szeretnénk, ahol minden egyes állampolgár szabadon dönthet, ahol nincs beleszólása az államnak a magánéletbe. Olyan országot szeretnénk, ahol egyébként bőrszín, vallási hovatartozás, szexuális hovatartozás, bármilyen egyéb olyan szűk magánéleti, szubjektív szempont, ami egyébként színessé teszi a magyar társadalmat is, ami színessé teszi a magyar társadalmat is, ne lehessen semmilyen körülmények között akadálya a jogegyenlőségnek. A jog előtti egyenlőség az emberekre és a magyar állampolgárokra vonatkozik. Olyan országot szeretnénk, ahol egyébként az európai alapértékek teljesülnek, tehát például az empátia, a szolidaritás, az elesettek megsegítése, az mind olyan szempontrendszer, ami az emberi mi voltunkból fakad. Az, amit ön mondott, hogy a menekültek, amit még ön is menekültként apostrofált, amit már végképp nagyon nehezen tudok akkor értelmezni. A kormány hogy apostrofált a menekültként azokat, akiket ugye befogadott itt ezrével Magyarországon az elmúlt években is. Hát meg van a kere, igen, a konkrétan ez a migránsbűnöző, ez ugye oltalmazott volt jogi kategória szerint. Akik ellenőrizhetően menekültek és menekült státuszra jogosultak, az nemzetközi szerződésekben elő van írva, hogy azoknak milyen módon kell biztosítanunk a békés letelepedést és az itt maradást, mindaddig, amíg nem tud visszatérni a hazájába. Amit pedig ön említett, nagyon-nagyon szeretném, és nagyon-nagyon várom azt a Magyarországot, ahol majd egyébként nem az lesz kizárólag a felháborító, hogyha egy idegen országból érkező bűnelkövető követel nemi erőszakot, hanem ugyanekkora felháborodást fog kelteni minden egyes magyar által elkövetett nemi erőszak eset is, ugyanekkora felháborodást fog kelteni mindaz a családon belüli erőszak, amivel megnyomorítanak nap mint nap magyar nők tömkelegét, a férjeik, a magyar fehér férjeik is. Nagyon-nagyon szeretnék egy olyan Magyarországon, ahol egyébként nincsen olyan általánosítás, aminek a mentén olyan előítéletes és olyan kirekesztő vélemények fogalmazódhatnak meg, mint hogy például Magyarországot egyszer majd fehér emberek lakják kizárólag. De teljesen egyértelműen fogalmazott. Nem fogalmaztam én pontatlanul soha. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű volt. Valaki nem akarja érteni. És fontos érteni azt, hogy az a pontos fogalmazás az milyen ideológiából fakad. Ezzel de most te bent vagy a hadseregben ugye tartalékos katonaként. Hát ott találkozol cigány származású magyar tagjainkkal ugyanúgy, nem? Honfitársainkkal. Természetes. És mi a kérdés? Tehát én mindig is egyértelműen és szerkesztőről hát pontosan velük van bajod? Fogalmaztam, nincs velük bajom, tehát ez egy nagyon leegyszerűsítése annak a problémának, és vissza kell utasítsam azt gondolom azt az SZDSZ-es tempót, amit most népírtástól kezdve annyiféle jelzőt felsorolt, amiben tulajdonképpen bele is bukott az SZDSZ Fodor Gábor vezetésével, aki most itt lehet, hogy újraéledve, köztartozásokat hátrahagyva, új pártot alapítva, liberálisok néven próbál többes számban beszélni, nem tudom, egy hány személyes pártjában. De én azt kérem, Én nem Fodor Gábor vagyok. Én azt kérem, hogy a liberálisok pártja, ha egy honvédelmi magazin műsorba jön, akkor hagyjon fel ezekkel a jelzőkkel, beszéljünk végre, mert most már ez a második adás, ahol úgy tűnik, hogy egyetlen szót sem tudunk ejteni a honvédelmi felvetéseinkről. Én megértem, hogy az SZDSZ élen járt abban, hogy leépítette a magyar honvédséget, tönkreverte, megszüntette, és semmivel sem pótolta lényegében a sorkötelet. Volt SZDSZ-es politikusnak mondja, én nekem semmi közöm de nincs, és nem is van, volt Fodor Gábor. Fodor én egy ideológia mentén vagyok, egy politikai képviselő. Arról beszélek, hogy ez most úgy néz ki, hogy mi közöm az SZDSZ-hez? A honvédelmi műsorban mi köze ezeknek a népírtás és egyéb olcsó rágalmaknak végeknek. Hát ön azt mondta, hogy fehér emberekkel, ne vágjon, hogy lakják Magyarországon. Legyen szíves, ne vágjon közben minden egyes szavamba. Tehát én azt gondolom, hogy végighallgattam türelemmel ezt az SZDSZ-es tempót, de most már beszéljünk végre arról,
Magyarország egyetlen honvédelmi magazin műsorába, hogy miért van szükség egy erős honvédségre, mit akarunk itt megőrizni meg Magyarországon, mert ha önnek csak a sokszínűség az érték, és ez szerint akár ezt a határt nem is kell, határkerítést nem is kellett volna például megépíteni, ami Magyarországon szerencsére megépült, akkor beszéljünk és vitatkozzunk erről. Hogyha tényleg úgy gondolja, hogy jó volt az, hogy Magyarországon megszüntette az SZDSZ a sorkatonaságot Magyarországon, akkor beszéljünk erről. Mielőtt Novák előtt átveszi a műsorvezetést, és magamra is önkritikát gyakorolok, mert egy kicsit tényleg valóban én is itt engedem itt a dolgokat, beszéljünk valóban a sorkatonai szolgálatról, és egyébként egy külön műsor, egy külön, itt azért nagyon nagy dolgok vannak, és azért elején is mondtuk, hogy itt tényleg világok választódnak el, akár most nem feltétlenül csak személyek, de gondolkodás módban is. Beszéljünk a sorkatonai szolgálatról, ami egyébként a köztudatban ellentétel nincs megszüntetve, mindössze a behívások vannak ugye felfüggesztve. Volt is erről egy közlemény a múltkor, azt hiszem, hogy te olvastad föl. Mi az álláspontotok nektek a kötelező sorkatonai szolgálat, mert hát erről beszélünk. A kötelező sorkatonai szolgálatról az álláspontunk, ahogy itt egyébként még a korábbi adásban elhangzott. És elnézést kérek, bocsánat, csak amennyire lehet a személyeskedést egy picit próbáljuk tényleg. A hadügyi állapotok és az innováció és a 21. századi hadügyi kérdésköre, az már azért nagyon eltávolodott attól a hagyományos tömeghadsereg megközelítéstől, amiben mindenki fegyvert ragad mögötte a következő, nem tudom, töltényeket, és ha elhullik a fegyveresre, átveszem a fegyverét, és én lövök tovább. Tehát azért a modern hadviselés az már nem a tömeghadseregekről szól, sokkal inkább, hogy talán pont az előző műsorban ön is említette, kifinomultabb eszközökkel, szofisztikáltabbak a nyomásgyakorlások, még a diplomácia nyelvezetén is. A hagyományos értelemben vett hadi eszközök, azok tulajdonképpen a szemünk előtt kizárólag, hogy mondjam, ilyen bemutató jelleggel jelennek meg. A modern hadviselésben kizárólag a hagyományos típusú lőfegyverrel felfegyverzett katonáknak a funkciója, az nagyon leszűkült, beszűkült, egy nagyon professzionalizált szűk szegmensre, amiben egyébként önkéntes alapon profi katonák látják el azt a funkciót, amit még megmaradt egyébként a kézi lőfegyvereknek. Hát, jól értem, inkább ugye a minőség, nem a mennyiség. A minőség, és ebben semmi szükség nincsen. Lát-e veszélyt? Egy mérhetetlenül drágán fenntartható, és egyébként funkciótlan nemzeti hadseregre. Lát-e veszélyt a liberális párt, vagy akár te személy szerint a önkéntes a kötelező sorkatonai szolgálattól, mert ugye ez erről volt egy közlemény. Tehát, hogy valamiféle veszélyt érzékeltetek, hogy esetleg újra megkezdődnek a behívások? Hát azt gondoljuk, hogy az országnak a militarizálódó folyamata, amit egyébként a kormány nagyon nagy előszeretettel mozdít előre napról napra, és a többek között a Mi Hazánk mozgalomnak is a felvetése kapcsán, egyszerűen szükségesnek láttuk, hogy a kormány foglaljon most már állást ebben a kérdésben, mert tartunk tőle, hogy esetlegesen itt most épp a szemünk előtt előkészül, hogy visszavezessék a kötelező. Mit értetek militarizálásra? Említetted ezt a szót, hogy a kormány militarizálja. Hát én ott kezdeném, hogy mondjuk militarizációról beszélhetünk akkor, amikor a közoktatási intézményekben megjelennek a lőfegyver használati készségfejlesztő órák. Ez például azt gondolom, hogy egy nagyon nagy probléma. Tehát a gyermekekkel a könyveket, az internetet, az okos telefonoknak a felelős használatát kellene megismertetni, nem pedig egy lőfegyvernek a gyors kitározását, betározását. Amikor lőtereket akarunk egyébként létrehozni még szélesebb körben az oktatási intézmények körül, az ugyanebbe az irányba tereli a magyar társadalmat, hogy a jövő generáció számára a kézi lőfegyver, amivel emberéletet könnyű kioltani, a kézi lőfegyver az a mindennapoknak egy olyan elfogadott szerves részévé váljon. Ez egy borzasztó folyamat, és ezt szeretnénk megállítani, és szeretnénk, hogyha nem lépkednénk tovább. Erről egyébként nem volt soha szó, hogy az iskolába konkrétan lőtereket hoznánk létre. Az biztos, hogy régen is volt, és ez nem kötődik a Fideszhez, de volt olyan, mert egy légpuska is mondjuk fegyver, azzal hajtottak például régen is, egy tanteremben gyakorlatilag lehet egy ilyen játékos vetélkedőt úgymond végrehajtani, itt most nem ez volt a kormányzati elképzelés utolsó. Ilyen részletesen talán nem volt kifejtve, de lőtereket biztos, hogy a kormányzat sem akart. Én úgy tudom, nem tudom, te tapasztaltál ilyet? Lőterek építéséről volt szó, csak nem az oktatási intézményeket. Tehát valóban, csúsztatásokat szerintem attól most kerüljük, és maradjunk tárgyszerűen annál, hogy miért van szükség a honvédelmi alapkiképzésre. Mert szerkesztő úr nagyon jól mondta, hogy alapvetően a sorkatonaság tulajdonképpen nem került megszüntetésre, csak felfüggesztésre, de ha háborús helyzetbe kerülünk, tehát hogyha felelősen gondolkozunk és felkészülünk
gondoljunk arra is, ugye, mert ha békét akarsz, készülj a háborúra, ugye ez az egyik alapmondás. Tehát, hogyha valóban békét akarunk, és nem csak felelőtlenül elherdáljuk akár a honvédelemhez szükséges és a magyar emberek biztonságához szükséges pénzt, akkor felelősen gondolkodva egy honvédséget fenn kell tartani. Ha úgy tetszik, etetni kell, mert aki nem akarja etetni a saját honvédeit, az majd eteti más hadseregnek a katonáit. Tehát erre igenis azt gondolom, hogy szükség van. Maga az alaptörvény is előírja, hogy minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. És én amellett szeretnék most itt érvelni, hogy egyéni érdek is az, hogy ennek a kötelezettségének eleget tudjon tenni. Hiszen, hogyha nem készítik fel, akkor egy háborús helyzetben alapkiképzés nélkül hívják azt be, amert látunk is példákat a világban. Ne adja Isten, hogy Magyarországon háborús veszélyre is... konkrétan te vagy ti láttok esetleg esélyt, vagy most erről nem beszélnék, erről nem beszélnék. Szerintem alapvetően nincs lehetősége annak, hogy erre föl kell készülni, de egyébként láthatjuk azt, hogy NATO tagállamok között is fegyveres konfliktus alakult már ki, tehát még a NATO sem véd minket egy más NATO tagállam, akár egy szomszédos NATO tagállamból esetlegesen érkező támadásra szemben. A történelem sajnos bizonyította, hogy fel kell készülni, meg kell védeni a magyar embereket. Lehet, hogy ma más típusú veszéllyel kell szembenézni, ezért kellett, hogy módosítsuk az alaptörvényt. A kormány ti is támadjátok, úgy látjátok, hogy militarizálja. Utolsó szavam pont az volt, hogy ezért kellett módosítsuk az alaptörvényt. Pontosan a mi javaslatunk volt, és mi is megszavaztuk országgyűlési képviselőként, én magam is, hogy a honvédek mehessenek a határa. Hiszen még akár 10 éve is nem gondoltuk volna, hogy a honvédségnek feladata lehet, persze még volt korábban határőrségünk, ugye ez is egy komoly mulasztás, hogy megszüntették tulajdonképpen a határőrséget, és holmi rendőrségi feladattá degradálták ezt a speciálisabb szakértelmet igénylő tudást. Tehát nem lehet így leegyszerűsíteni, hogy kézi lőfegyverek kezelése pusztán a sorkatonasság, nem. Én azt gondolom, hogy civil életben is használható egészségügyi és különböző szakmai ismeretek elsajátítását is lehetővé tehetné. Azt gondolom, hogy szakmai gyakorlatként is bizonyos szakmák esetén be lehetne számítani. Kedvezményeket kellene adni, és erre volt is országgyűlési javaslatunk, hogy hogyan tudjuk népszerűvé tenni azt a jelenlegi önkéntes rendszert, amely látható, hogy folyamatos létszámhiánnyal küszködik. Tehát miközben minden magyar állampolgár köteles a hazavédelmére az alaptörvény szerint, ehhez az állam nem biztosítja a szükséges alapkiképzést, tehát egyéni érdeke az, és a túlélési esélyei nőhetnek egy olyan helyzetben, amikor besoroznák őket. Hogyan képzeled ezt el kötelezően? Tehát mi az elképzelésed? Azt gondoljuk, hogy egyéb szocializációs szempontok miatt, ha már itt érintettük mondjuk a cigány kérdést, igen, a társadalomnak nagyon nagy része, és nem csak cigányok, érinthetnek abban, hogy nem kapják meg azokat a szükséges mondjuk nevelési, szocializációs mintákat, amelyet igen, jobb hiány még a sorkatonaság keretében. Ugye ezt azért nem lehet hozzákötni bizonyos emberekhez, tehát ez az, hogy ez nem attól függ, hogy valaki éppen cigánynak vagy a magát, nem. Attól függ, de vannak, amik tipikusan nagyobb számban jelentkeznek ilyen problémák, ugye, tehát amikor bentlakásos iskolákról is beszélünk, és az is alapvetően a cigány kérdésnél szokott felmerülni. Jó, mondjuk nem menjünk most ebbe az irányba, mert ez nem a... Jó, tehát, de lényeg az, hogy nagyon komoly szocializációs szerepe is lehet a honvédségnek, ezt kimondhatjuk. Tehát vannak olyan körök. Jó, de kötelező vagy önkéntes, vagy inkább mit támogatod? Én azt gondolom, hogy az önkéntes jelleg meg. Mert bocsánat, talán itt a kötelezőség. Magam is önkéntes tartalékos honvédként azt tapasztalom, hogy ez megbukott. Tehát nem tudott a kormányzat mellé rendelni olyan ösztönzőket, ami alapján ez működőképes lenne, és mindenkinek el kellene sajátítani, azt gondolom. Lehet vitatkozni azon, hogy a nőknek ebben adjunk szerepet, vagy nem. Lehet azon vitatkozni, hogy milyen hosszú legyen. Én azt gondolom, hogy egy 1-2 hónapos, akár csak nyára redukált, mondjuk 18 kötelező? Évesen elvégzés, kötelező jelleggel utána mondjuk 1 hónap alatt kap egy olyan szintű alapkiképzést, amiből ha sikeresen vizsgázik, akkor mehet nyaralhat tovább, bár önmagában ez is fölfogható adott esetben egy nyaralásnak. Emellé fizetést lehet társítani, ahogy most is jelenleg az alapkiképzésért fizetést kap az, aki ezt így elvégzi. Én képviselőként végeztem, én erre nem tartottam igényt, illetve a tiszteletdíjamról is nem mondtam, de a legtöbben megkapták érte azt a egy kis alapfizetést, ami egy 18 éves fiatalnak, tehát nem csak élményt, nem csak tudást és a túlélési esélyeinek a növelését jelentheti, hanem olyan a társadalmi civil életben is hasznosítható ismereteket, olyan szocializációs normákat, most akkor közelebbről meg nem határozott köröknél, ahol még erre is szükség lehet, ami alapján szerintem több egészségügyi és egyéb okokból is hasznos lehet a magyar társadalom, és az egyének számára is, tehát nem csak közösségi érdek a sorkatonasságnak a visszaállítása. Általában a liberálisok, és most nem a pártra gondolok, de ami kötelező, attól azért próbálnak tartani. Hát akkor tegyünk tisztába egy néhány dolgot, mert itt most megint egy sok apróság hangzott el, amire szeretnék reagálni. Tehát az önkéntesség ösztönzésével a világon semmi problémánk nincs.
Tehát az önkéntes rendszerbe való belépés önkéntes módon, ezt elősegíteni, ösztönözni, erre kampányt szervezni, a honvédségnek olyan fejlesztéseit ösztönözni, amik ebbe az irányba mutatnak, mert ahogy mondja, lehetséges, hogy szükség lenne az önkéntes alapú haderő növelésére, ezt én el tudom fogadni. Tehát az önkéntes rendszernek az ösztönzése, annak semmi köze ahhoz, hogy kötelezővé tesszük a sorkatonaságot. Csak sajnos az a baj, hogy Fodor Gábor nem elszavazott az önkéntes, az erre vonatkozó javaslatunkra az országgyűlésben. Valószínűsíthetően Fodor Gábor el tudja mondani, hogy miért tette ezt. Én nem voltam ott ezen a szavazáson, és nem szavaztam ebben a kérdésben. Az önkéntesség ösztönzése, még egyszer mondom, nyilvánvalóan nem azt mondtam, hogy bármi, ami az önkéntesség ösztönzése irányába mutat, azt én elfogadom, de az önkéntesség ösztönzésével önmagában még nincs probléma. De ennek köszönő viszonya sincs azzal, mint hogy a magyar társadalom egészét kötelezően tereljük be egy olyan kiképzésbe, ami borzalmas pénzeket emészt föl. A régi kötelező rendszerből pontosan tudjuk, hogy egyébként igazi szaktudás, tehát igazi katonai készségek szintjén nem fog tudni az alapkiképzést nyújtani senkinek. Ez a régi rendszer volt. Igen. Ma már és szerencsére akkor, jobb a helyzet. Ahogy említette, hogy a nők kérdésköre is akkor egy külön történet lehet. Én azt mondom, hogy ha arról van szó, hogy Magyarország valamiért háborús viszonyba áll és hadban áll valakivel, akkor ebben a helyzetben pontosan tudjuk a történelemből, hogy a nőknek is, a hölgyeknek is milyen fontos funkciói voltak egyébként a hadigépezetnek a különböző szegmenseiben. Tehát én azt gondolom, hogy még csak meg sem kellene különböztetni az állampolgárokat ebből a szempontból sem, de nem állunk hadban, és elég kicsi a valószínűsége annak, hogy Magyarország olyan háborúba fog keveredni, ami egyébként a hagyományos hadi eszközökön keresztül lesz megvívva. Az, hogy egyébként milyen befolyásszerzés, milyen lobbiknak a csatározása zajlik, hogy például itt vagyunk a peremvidékeként az Európai Unió és a moszkvai befolyásnak a határvidékeként. Ez egy óriási, ez egy jelenleg is zajló konfliktus, aminek mi az ütköző zónáját képezzük. Méghozzá a NATO és miatt tegyük hozzá. Nem csak a NATO erre miatt. Már nem fog időben, az még van. És akkor az önkéntesség kapcsán itt még felmerült még egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy fogalmazott, hogy egy közelebbről meg nem határozott csoport. Tehát én azért szeretném azt hangsúlyozni, hogy amit ön említett, hogy vannak bűnelkövetői formák, amik jellemzőek esetleg kisebb magyar társadalmi csoportokra, én ezt úgy gondolnám, hogy jobb lenne, hogyha ezt mindenki tudomásul venni, hogy ezeknek a nagy része egyébként megélhetési, tehát regionális, leszakadott régiókból szakadó. Itt most végképp nem ennyi van, mert egyébként a megélhetési bűnözés kifejezése, mert ez egy ezéstől megismert. És akkor egy utolsó zárásképpen, tehát hogy akkor ezt tegyük tisztába, hogy az, hogy ahogy mondtam, professzionális haderőre lehet szükség, az egy szűk szegmens, annak a minden technikai felszereltségét biztosítani kell tudni, valóban olyan életkilátásokat kell tudni teremteni, hogy megérje ezt a szakmát választani. Ez ugyanúgy egy szakma, mint a tanári hivatás. Tehát most jelenleg tanárnak sem éri meg Magyarországon menni. Nagyon jó a párhuzam, és ugyanúgy van tankötelezettség, és ugyanúgy lehet sor kötelezettség is. Tehát elnézést, önmagában... a tankötelezettség nem arról szól, hogy tanulj meg tanár alapokat szerezni, hanem arról szól, hogy tanulj meg olvasni és alaptudásokat. Itt sem arról van szó, hogy vezető tiszteket képzünk ki. Az alaptudásnak szerintem semmi köze a hadi tudásokhoz. Az ember civilizációs folyamata most valahol ott tart, hogy sokkal hatékonyabb fegyver tud lenni egy mostani gyermek kezében egy könyv, egy digitális eszköz, egy laptop, amiken keresztül a modern világ kihívásainak tud megfelelni, és nem az elavult haditechnikai gépezetnek az elemére. Hát akkor itt most használjuk a lehetőséget, hogy a honvédségnek próbáljunk toborozni, mert a kiber hadviselés ugye erre komoly, az egy komoly Magyarországon komoly is, és nemzetközileg is, tehát próbál toborozni. Az etikus hackereknek a képzése, az egy sokkal hát előbbre való felelősség. Talán örüljünk annak, mint hogy egyébként a nem tudom, ebben egyetértetünk egy hárman, persze nem szép dolog, de hogy úgymond idézőjelben örüljünk annak, hogy nem valódi fegyverekkel kell, mert a mai világban már el lehet számítógép mellett is, akár gazdaságilag, hát bármilyen módon ugye intézni, legyen az egy ország vagy bármi más. Jó. Ennek ellenére, mivel nincs az, hogy az összes többi ország mindenki kidobálja a harckocsijait, meg a repülőjét, meg csak nem mi, tudom mit. Csak mi, mert azért láttuk, hogy Iraknak ezért nekünk ezt meg kell. Egy perc, és tényleg ebbe az egy percbe, és szeretnék majd még erről beszélni, a honvédségi szállító repülőgépekről ugye úgymond kormánygéphez felszokott jönni, nem tudom, hogy ebben van-e köztetek egyetértés, hogy itt most a gonosz Orbán Viktorit hogy merészeli küldöttséggel elutazni a honvédség gépével különböző helyekre.
Nagyon röviden. Csak nagyon röviden, de talán ebben még konszenzust is fogunk tudni szerintem találni. Tehát alapvetően a szállítógépek kapcsán, a szállítógépek, hogyha a honvédségnek van egy eszközparkja, annak az eszköz elemeit egyébként felajánlani olyan kormányzati utakra, amikre szükségszerű egy ilyen eszköz, az nem egy ördögtől való probléma. Az a probléma, hogyha hülyének nézik a társadalmat, és megpróbálnak úgy eladni egy kormányzati beszerzést, hogy az egyébként a honvédelmi funkciók ellátására nagyon szükséges, és hogy lehetett látni a beltérnek a kialakítását a nagyon komoly honvédelmi szállítóeszköznek, tulajdonképpen egy luxus repülőnek a belterét kapta, amiközben a honvédségi funkciót ellátó egyébként katonai szállítóeszközöket, nem tudom, hogy ki látott már belülről, de hát azok nem sok bőrkanapét láttak még. Hát láttunk már, és utazunk is rendszeresen, még cseppelteherautókon is, természetesen a határon és más út szolgálatban. És honvédségi buszokban is, ami lehet egy ugyanaz, mint a honvédség. És azt gondolom, hogy jó az, hogyha akár még egyelőre csak ilyen civil buszokról, repülőkről is lehet hallani honvédségi beszerzések kapcsán. Szerintem az a fő probléma, hogy általában a beszerzések is, mondjuk különösen mondjuk itt a repülőgépek kapcsán, légi utántöltés és egyebek bizonyítják, hogy itt rendszeresen idegen érdekek kiszolgálása dominálja a magyar hadipart is, tehát nem pedig egy igazi honvédelmi kötelezettség. Tehát itt ezek a repülők is gépek is leginkább mondjuk az afganisztáni megszállásban való részvételünket szolgálják ki, ami persze egy jó dolog, hogy most már nem román felségjelzésű gépekkel szállítják ki adott esetben a magyar honvédeket Afganisztánba. Így is fel lehet fogni, nekem voltak ilyen honvédek, akik ezt ilyen értelemben örömmel apostrofálták, de összességében szerintem arról kellene beszélni, hogy hogyan tudunk egy modernebb, jobban felszerelt, jobban javadalmazott magyar honvédséget építeni, hogyan tudunk több pénzt korszerű hadgyakorlatokra, ami alapján itthon is meg tudják szerezni azokat a tudásokat, amire szükség van a magyar a heves szócsata után, ha esetleg úgy gondolják még az urak, hogy hajlandóak leülni, és én nagyon örülnék, mert téma maradt még a tarsolyban, akkor, és a kedves nézők is szeretnék, akkor talán még erre lesz lehetőség. Most lejárt a műsoridőn, köszönöm szépen Selmer Ádámnak és Novák Elődnek, hogy elfogadták a meghívásunkat. Kedves nézőknek, kérem, hogy lájkolják Facebook oldalunkat is, Hétköznapi Honvédelem, kövessenek minket ott is. Viszontlátásra!